Köszönöm a köszöntést, jó estét kívánok, ez itt sokan. Nem tetszenek arról, hogy én közel jövök, én nem szeretek távol lenni a hallgatóságomtól. És ahogy István is mondta, én szerintem Esztergomnál biztos, hogy itt voltam, meg talán Prédikátorkönyvben, ugye, hogyha jól gondolom, tehát szerintem harmadszor lehetek itt. Úgyhogy úgy döntöttem, úgy kezdem, hogy már megint én vagyok. És már megint egy nagyon szép könyvvel jöttem, ami nem az én érdemem, elárulom, hogy hát valamilyen titok folytán osztják ki nekünk a témákat, de nagyon szívesen vállaltam. De héten igaz egy másik téma kapcsán már mondtam azt valahol, hogy szép örökség jutott nekem, van a Bibliában egy ilyen gondolat. Ez igaz a Korintusi levélre is, bár ha őszinte vagyok, nem nagyon van olyan bibliai könyv, amire nem ezt mondanám el. De ezt tényleg nagyon szeretem, ez egy nagyon gazdag levél. Azt gondoltam, ugye most is lapató, majd elvehető a vázlat, ugye, ha jól tudom, azt is el kellett, hogy készítsem, mert itt ez a rendés, én ehhez is alkalmazkodok. És hogyha már a vázlat ilyen tudományos igénnyel készül, hogy legyen egy kis bevezetés ehhez a témához, hogy hova tegyük ezt a levelet, meg hova tegyük a szerzőjét. Ugye a szerző az Pál apostol, ez kiderül az első versből, tehát nem titok, nem kell kitotózni, meg rával az egész, tehát ez egy igaz állítás lehet. Ugye Pál apostolról azt kell tudni, hogy zsidó származású, de keresztény apostol. Mielőtt keresztény apostollá lett, farizeusi irányvonalat követett, nem is akárhogy, ő maga mondja magáról, hogy öldökléstől lihegve. Ő egy, a vallását, a hitét nagyon komolyan vevő ember volt, csak rossz nyomvonalon volt, és akkor jött ez a nagy fordulat, amit tetszenek ismerni, a páli fordulat, vagy Pál fordulás, a damaszkuszi úton megtért kereszténynek, kiderült, hogy már akkor dolgozott benne valami módon a Szentlélek, és így lett ő apostol, aki visszavonultságot tartott, ott 3 napig volt vak Damaszkuszban, aztán utána 3 évig volt még passzív, a damaszkuszi napok után, ahol aztán már aktív vitázóvá vált, kezdi csokon, tessék helyet foglalni. És aztán, hogy így mondjam, jó gyülekezeti tag volt sokáig, Antiókia volt legalábbis egy időben a honi gyülekezete, és egy ponton elküldte az antiókiai gyülekezet őt egy társával együtt, hogy terjesszék az evangéliumot. Elmentek a mai Törökország területére, egy nagy utat bejárva, sok kalanddal, apostolok cselekedeteiben lehet erről olvasni, a korintusi eseményekről is hozzáteszem a későbbiekről, ahova aztán a levelet is írta. 3 ilyen nagy úton, missziós utat hajtott végre, vagy utazott meg, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen az apostol. Emlékezetem szerint a 2. volt az, amikor átjutott Európába is, aztán még vissza is látogatott, és ezen az európai úton került sor Korintus, ennek a görög városnak a meglátogatására, amennyire tudom, most is felelhető, ott nem jártam, Tesszalonikában jártam különben, azért nagyon szép nagy város ma is Görögországban. Bérea táblát is láttam, akik olvasták apostolok cselekedeteit, tudják, hogy van ilyen helyszín is, amerre az apostol járt. Atén talán mondanom sem kell. Azt kell tudni, hogy az apostol előbb járt Aténban, ahol nem sok eredménye volt az amúgy nagyszerű ige hirdetésének. Nekem, ha mondhatom így szakmailag, a személyes kedvencem apostolok cselekedete 17. fejezetében egy nagyszerű prédikációt tartott, aminek semmi eredménye nem volt gyakorlatilag. És azt írja a korintusiaknak, ez a levél első fontos állítása a 2. fejezet 2. versében, az első levélben, hogy amikor hozzátok mentem, ezt mi tudjuk apostolok cselekedeteiből, hogy ez az után volt, azt mondja, eldöntöttem magamban, hogy én most már semmi másról nem fogok prédikálni, csak egy valakiről, akit Jézus Krisztusnak hívnak, és róla is úgy, mint megfeszítettről, mint aki az áldozatot meghozta az emberiségért. Aténban próbált a tudomány oldaláról közelíteni, és pár utóbb úgy ítélte meg, hogy amit én nagyszerű ígéhirdetésnek tartok, az nem hozott eredményt, ezért más irányból kell az emberi lélekhez közelíteni. Ennyit talán róla és az előzményekről, még egy kicsit a levél elhelyezése. Pálnak ez volt a módszer, amit mondtam is, hogy járt városról városra, így jutott el Korintusba is. Korintusról azt kell tudni, hogy egy nagy kikötő volt, azt hiszem a Peloponnézoszi félsziget, ha jól mondom, annak a két oldalán lévő forgalmat. Itt egy keskeny, hogy is hívják ezt, egy nyaka van ennek a félszigetnek, ugye ott van egy korintoszi csatorna is, most már átvágták, mert ott olyan alkalmas volt, hogy lerövidítsék az utat, meg kell megkerülni ezt a helyet, akkor még ez a csatorna nem létezett, és Korintosz egy ilyen nagy átrakodó kikötő volt, amennyire tudom. Nem tudom a kikötővárosokról, hogy tetszenek vélekedni, maradjunk abba, hogy nem a tudomány és nem az erkölcs fellegvára, és akkor finoman fogalmaztam a jellegénél fogva egy ilyen hely, na ez pláne nem volt az, ez még a levélből is kiderül különben. És az apostol ide is elment, becsületére legyen mondva, nem hagyta ki Korintoszt, de egy kicsit időzött ott,
Aztán úgy döntött, hogy szóval ez nem az a hely, nem ez az evangéliumnak a táptalaja, és odébb áll. És egy nagyon különös tapasztalatban volt része, apostolok cselekedete ír erről, tehát nem a mi levelünk, hogy álomban Isten megintette, hogy neki sok népe van ebben a városban. Pál gyakorlott szemének a kalkulációja ellenére, Isten azt mondta, hogy nem az a helyzet, mint hogy te gondolod, ne menj el. És nem ment el, és másfél évet töltött a városban. A Pálapostól általában olyan hetekben mérhető volt a tartózkodás egyetlen, ő szisztematikusan ment településről településre. A másfél év nagyon hosszú az ő gyakorlatához mértem. Egy komolyabb volt Efézus, ott 3 évet töltött, de hát Efézus tulajdonképpen kis túlzással azt mondhatom, hogy a birodalom keleti részének a Rómája volt, tehát az egy nagy központ volt méretében, meg jelentőségében, ott érthetőbb egy kicsit, de Korinthoszban a másfél év az egy rendkívüli tény, erről számol be a Biblia. És az apostolnak az volt a gyakorlata, hogy a korabeli viszonyok között utazott rengeteget, képzeljük el, nem mai viszonyok között, visszalátogatta a gyülekezeteit, ha tudta, itt is emlékezetem szerint 2-szer járt, viszont amikor nem tudott az évek során visszalátogatni, akkor ő levélben utógondozta, így mondhatnánk ma, a gyülekezeteket, tanácsolta, instrukciókat adott, és hát egy ilyen gyűjtemény ez az első korintusi levél is. Nem néztem meg a készülés során, biztosan nem merem mondani, de szerintem a leghosszabb levél fejezetek számát tekintve mindenképpen, de talán amúgy is, az apostoli levelek között. Nyilván ez egy apostoli levél, Pál apostol levele. Időben úgy helyezik el, hogy időszámításunk szerint 54 tájt keletkezhetett, épp Efézusból írta, amiről beszéltem, ott volt ideje írni is ugye a 3 év alatt. Nagyon érdekes, hogy helyben is dolgozott, és szívén viselte a távoli gyülekezetek sorsát is, azokat is tanácsolta, mindig a szükségletükhöz mérten, tehát nem sablonokat gyártott, hogy mai szóval éljek, hogy mindenhova ír valami szépet, hanem mindig arra reagált, amit ott tudott, hallott, esetleg ők mondtak neki. Ezt azért is hangsúlyozom, mert a levél 5. fejezetének a 9. verse és a 7. fejezet első verse utal arra, hogy ha ez az első korintusi levél, akkor volt egy 0. korintusi levél is, ugye a számítástechnikával használjuk ezt az indexet. Tehát nem ez a legelső levél, amit ő ír, mert azt mondja, hogy ama levelemben írtam nektek, írja az első levélben, akkor ezek szerint volt egy másik levél, és a 7. fejezet 9. első versében pedig idézi őket, hogy nekik milyen kérdéseik vagy, szóval mi volt az ő reakciójuk az ő levelére, és most már arra válaszol. Tehát tulajdonképpen ez egy... hogy mondjam, időrendben ez a 2. korintusi levél, de az nem került be a Bibliába, mert valószínűleg nem volt olyan tartalmú érvényű, ez pedig igen. A gyülekezetről egy pár szót, hogy kiknek írta, azon túl, hogy Korintusban. Akik itt voltak, jellemzően görögök voltak, és a maguk pogány életviteléből tértek meg. Megint bejátszik a kikötőváros téma, csak mindig utalok rá egy fogalmilag, és ez tükröződik a levélben. Szoktam mondani, amikor kollégákkal is beszélünk, hogy ha úgy érzed, van problémás gyülekezeted, olvasd el a korintusi levelet, és akkor hálát fogsz adni a sajátodért. A korintusi gyülekezet nagyon problémás volt. Erkölcsileg nagyon komoly gondok voltak, tehát kirívó jelenségek voltak, most nem részletezném, tehát hogy kikivel abszurd rokoni relációkban és hasonlók. Sok volt a torzsalkodás, feszültség, pereskedés, tehát kicsit olyanok voltak, mint akik elindultak a pogány életvitelből, azokból a normákból, de hogy finoman mondjam, még úton voltak, tehát még nem értek célba. Ez jellemezte nagyjából a gyülekezet életét, konfliktusok, pereskedések. Nagyon fontos ugye, hogy ők zsidóból, nem zsidóból, hanem görögből lettek keresztények, ezért a zsidóságnak volt egy ószövetségi mércéje, volt egy bibliai erkölcsisége, tehát egy teljesen más háttérről lettek keresztények, akik zsidóból lettek, ők görögök voltak, és ennek volt azért teológiailag is következménye, nem csak erkölcsileg, tudnék az, hogy jelen volt a gnoszticizmus, azt nem tudom, tetszenek-e tudni, hogy a gnózis, az azt jelenti, hogy tudás, amikor valaki azt hiszi, hogy a tudás alapú kell, hogy legyen az Istenhez közelítése, tehát ami ismeret birtokába jut, és akkor közelebb van a célhoz, vagy közelebb van az Istenhez, ami nem így van a Biblia szerint, és Pál ezt is helyreigazítja, és hát a görögöknek az örök gondja az a feltámadás volt, ugye az ő túlvilág hitükkel, szóval nagyon nehéz volt váltani.
Egyszer az volt a gondjuk, hogy hát, hogyha Krisztus Isten, akkor hogy meghalt. Tehát itt ők elakadtak, tehát mint a tű a lemezen, ott nem ment tovább. Itt is eljön a 15. fejezetben, hogy hát nem, hát de feltámadás nincs, és akkor Pál érvel, hogy de hát figyelj, hogyha nincs feltámadás, akkor Krisztus nem halt meg, vagy bocsánat, nem támadt fel, csak meghalt, de hogyha nem támadt fel, akkor meg hiába való a hited. Ugye kicsit most előre is megyek, de nem baj, hogy azt mondja Pál, levezeti nekik, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor lehet benne hinni, de sok értelme már nincsen, és ugye itt értjük meg mi is, nem görögök, hogy Jézus Krisztusnak a kereszten végzett áldozatának a hatáját az erősítette meg, és azt hitelesítette, hogy az atya utána feltámaszthatta. Ez volt a garancia és a biztosíték és a bizonyság arra, hogy ez egy makulátlan helyettes szolgálat volt, mint messiásé. Nem volt saját bűne, ami halálra kárhoztatta volna. Egy tiszta életet élő helyettes áldozat volt, és ezért ugyan elszenvedte a halált mindazokért, akik ezt igénylik, viszont az atya feltámaszthatta. És azért mondja azt Pál, hogy figyelj, hogyha nem támad fel, akkor ez nem volt egy sikeres projekt. Most bocsánat, hogy így mondom, ilyen modern szóval. A levél szerkezetéről, ugye ez most csak egy ilyen kis ajánló volt, ilyen inzert, hogyha lehet így mondani, ez a téma, erre még visszatérünk, bár a lényegét elmondtam. A levél szerkezetéről, bocsánat, ez egy hosszú levél, ezt már mondtam, azt is, hogy az elején a nagy döntéséről számol be, hogy hozzájuk egy a tapasztalatok alapján megújult missziós szemlélettel megy, hogy ezentúl miről prédikál és hogyan próbálja megnyerni a hallgatóit az evangéliumnak. Aztán a pártoskodásról van szó, erkölcsi problémákról, ez itt a első 4 fejezet, vagy inkább az első 6, ha nem, én azt most nem idézném fel, tessenek elolvasni, mert érthető, meg hát mondjuk sokat nem fogunk épülni attól, hogy milyen botrányok voltak a korintusi gyülekezetben. Az tény, hogy Pál apostol felrója a korintusiaknak, hogy ilyen van köztetek, és megtűritek, és nem reagáljátok le. Tehát a levélen végigvonul az az igény, hogy Pál apostol egyrészt néven nevezés megrója a rossz jelenségeket, meg a bűn elkövetőit, meg hogy hogyan viszonyuljunk hozzájuk, és számon kéri a gyülekezeten, hogy fenn kéne tartani a gyülekezet rendjét, hogy minden emberi közösségnek is van egy rendje. Ugye a Bibliában van ilyen ige is, hogy Isten a rend istene. Szoktam idézni, nekem nagyon tetszik, és azért is, mert érint meg, nagyon zavar, mikor ilyesmi van. Egyszer olvastam egy olyan tanácsot, hogy amikor az ember indul az Isten házába, akkor kerülje a szentségtelen kapkodást. És nekem ez annyira tetszik, ez a jelző, hogy a szentségtelen kapkodás. Szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy csukják be a szemüket, és képzeljék el a szent kapkodást. Ugye, hogy azt ugye nehéz elképzelni, tehát a kettő az eléggé kizárja egymást. Tehát ha a szent az a nap, meg van szentelődve a lélek, mert már úgy megyek, akkor a kapkodás az el fogja űzni azt az állapotot. Tehát az Istenhez nem méltó sem tárgyi, sem idői értelemben a káosz, meg a rendetlenség. Hát az egész világunk az ellenkezéről tanúskodik. Nem? Szoktam azt is mondani, hogy milyen, hogy nem mi üzemeltetjük a napot, mert egyik nap így kellene, másik nap úgy, ahogy mi is. Az meg ugye tikre megvan, hogy ugye vándorol, ugye az egésznek megvan a maga csillagászati magyarázata, de pontosan. Hát tudjuk, hogy több ezer évre vissza ki tudják számolni, mikor volt milyen együttállás, meg mit tudom én, milyen fogyatkozás. Ez az Isten rendje. És Pál azt mondja, hogy a gyülekezetben is legyen rend, Korintusban is, meg máshol is. Én ott venném fel inkább a téma fonalát, a napi, hát ilyen smoncákon túl, vagy hogy mondjam, az ilyen problémáikon túl, én a levél második felére helyezném a hangsúlyt, a 7. fejezetre térnék ki először, ez a házasságról szól, meg az elválásról. És ugye ne felejtsük el, hogy olyan általános érvényű tanácsokat tartalmaz, ami nem csak a korintusiaknak segít, hanem mindenkinek. Hát ezért került a Bibliába, mert ez egy általános érvényű tanítás. Az első levél valószínűleg az, amit hát csak hivatkoztam, hogy ő is hivatkozza, az azért nem került bele a Bibliába, mert annak valószínűleg nem voltak olyan részei, amelyek azt mondták, hogy maradandó. Vannak a Bibliának olyan könyvei, mint a Nátán próféta könyvére hivatkozik, meg hasonlókra, amik, hát maga a Biblia mondja, hogy létező irat, de nincs benne. Ez azt jelenti, hogy azt gondolták, hogy az egy jó irat, az egy korrekt valami, de nem mindenkornak szól. Ebben a gyűjteményben ezért nincs kifejezetten helye. Na ennek van, ugye már csak ezért is azt mondja a 7. fejezetben Pál, hogy mindenki maradjon meg abba az állapotába szerinte, amiben megtért. Tehát aki házas, az ne akarjon elválni, mert azt hiszi, hogy az egy szentebb út.
Aki meg nem házas, az meg inkább maradjon úgy, mert szabadabb a szolgálatra, tehát nem kell annyit alkalmazkodnia. Lehet, hogy ez zavaró némelyeknek, tessenek elolvasni, szóval Pál azért tapasztalatból ír, mint aki sokat látott. A házasság szempontjából nem volt tapasztalat, azt nem tudom, tudjuk, ő nem volt házas, szemben mondjuk Péter apostollal, aki volt. Ezt a kettőkről tudjuk, ez biztos egyikről, hogy nem volt, másikról, hogy volt. Pál nem tiltja a házasságot, ezt hozzá kell tennem, ez ajánlás a részéről. Nem egyszer mondja azt, hogy ezt én mondom, ezt nem az Úr mondja. Ez nagyon korrekt, ez nagyon tetszik. Tehát azt mondja, hogy figyelj, ha adsz arra, hogy nekem van közöm az Istenhez, meg van már tapasztalatom, meg sokat láttam ebben az értelemben, nem hétköznap értelemben, az az igazság, hogy én szerintem inkább ez, de ez nem egy rendelkezés, ez nem egy isteni parancs. Az más, hogy amikor az van, akkor azt is aláhúzza, és azt mondja. Például azt aláhúzza, hogy válás az nem. Nem tudom, mennyire tetszenek tudni, a Biblia nem váláspárt is, ahol sem az. Nem az a megoldás. Nagyon érdekes, amikor a tanítványok megkérdezték az Urat, hogy hát most akkor hogy van ez a téma? És akkor mondja az Úr, hogy hát amit az Isten egybe szerkesztett, két embernek a lelki-testű kapcsolata, az senki se akarja szétválasztani, se kívülről, se a két érintett. És akkor azt mondták a tanítványok, hogy na de hát Mózes azt mondta, hogy ha van várólevél, tehát korrekt módon jogilag le van papírozva, akkor lehet. És azt mondta Jézus, hogy hát igen, de kezdetben ez nem így volt, szóval ez a ti szívetek keménysége miatt volt, hogy így is úgy is elváltok, akkor legalább legyen korrekt a dolog, hogy igazolni tudja mondjuk főleg a nő, hogy ő egy házasságból jön, és mondjuk azért nem szűz, most bocsánat, hogy mondom, de hogy tényleg, hogy tehát ő egy tisztességes valaki, csak hát ez az élet egy ilyen fordulatot hozott. És akkor azt mondják a tanítványok, hogy hú, hát ez így nagyon kemény, hát akkor jobb, hogyha nem is nősülünk meg, ha nem lehet elválni. Ez a reakció, mert nagyon logikus a maga nevében, ugye csak ott siklik félre, hogy a következtetések annak kéne lenni, nem az, hogy hát akkor nem nősülünk meg, hogyha nem lehet elválni, hanem öreg, ez egy elég komoly döntés, akkor ezt nagyon meg kell gondolni, tehát akkor nem szíre szóra. Tehát nem az a megoldás, hogy veszélyes üzenet csináljuk, hanem az, hogy akkor úgy közelítsünk hozzá. Lényeg az, hogy Pál is kimondja, hogy ne. Sőt, Pál azt mondja, mert nagyon érdekes, hogy egy korintusi helyzet, talán ezt nem hangsúlyoztam eléggé, vagy csak részben, hogy ugye Korintusban adott a kikötőváros társadalmi masszája, ami általában vegyülékes is, ebből megtérnek páran, lesz egy gyülekezet, ők maguk mögött hagyják a döntésük alapján azt, ahogy eddig éltek, az egy más kérdés, hogy nehezen tudják letenni, ez természetes, hogy hát azok a normák beléjük ívódtak, de továbbra is abban a környezetben élnek, és akkor hogyan kezeljék ők ezeket a szitukat, és ugye az egyik gyakorlati kérdés az, amire Pál kitér, véletlenül volt erre jócskán példa, vagy ennek oka, hogy mi van akkor, hogyha egy házas párból az egyik megtért, de a másik nem. És ugye figyelmezteti azt, aki megtért, hogy ne kezdeményezzen válást. Tehát ne érezze úgy, hogy az Isten azt várja tőle, hogy rúgja fel az eddigi kapcsolatát, mert hogy az a másik az nem hívő. Ez nagyon érdekes, mert emberileg ott kísérten a gondolat. Én ilyen durvát nem tudok mondani személyes tapasztalatként, de hasonlót igen. Mikor egyetemista koromban úgy gondolom, hogy beérett bennem a döntés, és megkeresztelkedtem felnőtt keresztségével, hogy a Biblia mondja, hogy egy csomó könyvemet bevittem az antikváriumba, hogy hát ez nem lelki, tehát mit tudom én. Aztán egy pár év múlva, hogy lehiggadtam, akkor a pár könyvet azért sajnáltam, mert hirtelen felindulásban rosszul ítéltem meg a dolgokat, hogy hát nem volt ezzel semmi baj, most pont azért, mert nem teológiai könyv, attól még lehet jó, meg hasznos. Na egy kicsit ilyen elhamarkodott döntés hasonló, csak nyilván más a hordereje, de valaki meg azt mondja, hogy hát az Úrnak biztos nem tetszik, hogy az ő házastársa az nem hívő, meg máshogy ér, és akkor hogy éljen vele együtt. És Pál mondja, hogy eszedbe ne jusson. Körülbelül ez amit mond, csak én most modernre fordítottam. Azt mondja, hogy ha a másik válni akar, akkor azt tiszteletbe kell tartani. Tehát, hogyha nem hívő azt mondja, hogy, és az is nehéz helyzet, hogy egy nem hívő ember azt mondja, hogy de figyelj, nem így kezdtük el, erről nem volt szó. Hát te közben megtértél, ez az egész életedet valahol formája átalakítja, életvitel, életszokások, időbeosztás, anyagiak, sok minden, és azt mondja, hogy ő ezt nem vállalt, és még így sem akarja vállalni közvetve. És azzal érvel Pál, hogy tehát azt mondja, hogy ha nem hívőfél akar válni, tiszteletbe kell tartani, mert hát nem erre szerződtek, ez igaz, de a hívőfél ne kezdeményezze. Már csak azért sem, mert azt mondja Pál, hogy megvannak szentelve a ti gyermekeitek, tehát egy hívőfél, egy hívő ember, most nem is a félről van szó, tehát egy hívő embert általánosítok, most a házasságtól vonatkoztassunk el,
még jobban általánosítok, bocsánat, tehát minden embert körülvesz valamilyen légkör. Egyszer ezt olvastam, és szerintem igaz. A héten olvastam, különben a kutyák, macskák fel tudják milyen, hogyha rossz kedvünk van, és próbálnak minket egy kicsit feldobni. Nem tudom, hogy tapasztalták, én tudom, hogy így van, mert nálunk is így van. Magyarul a légkört még ők is leveszik. Mi is levesszük külön, mert nem fogalmazzuk meg, csak nem érezzük jól magunkat annak a közelében, mert most nagyon missz, vagy tudom is én. Tehát minden embert körülvesz valamilyen légkör, és azt kell, hogy mondjuk, hogy jó esetben egy hívő embert egy olyan légkör vesz körül, amiben jó időzni, ahol szívesen vagyunk vele, meg minket is érdekel, hogy neki mitől olyan a légköre. Tehát gyakorlatilag ugye van ez a mondás, hogy tegyél bizonyságot az Úrról, hát ha nagyon kell, akkor szóval is. Tetszenek érteni? Tehát, hogy neked az életed beszéljen, ne a szád csak, vagy nem annyira az. Na most, ha ez igaz, már pedig igaz, hogy egy igazán megtért embernek van egy olyan légkör, ami körülveszi, hát az hol érvényesül leginkább, ha nem ott, ahol az élete jelentős részét tölti, a családban. Arról is beszél, van ez a kettőség, tetszenek tudni, hogy van a kinti változat sok embernél, meg van az otthoni változat. A japánok szerencsésebbek állítólag, ott az van, hogy a kinti változat az a munkamánia a munkahelyen. Nem tudom, tetszettek arra, hogyha hazamennek, én ezt hallottam, állítólag akkor veszik fel a szép ruhát, minden, mert a családot azzal tiszteli meg, hogy nem pongyolába, otthonkába, bocsánat, trikóba, vagy más nem mondja, kombinéba, többet nem mondok. Tehát, hogy mert most otthonosan vagyok, hanem a családot megilleti az a tisztelet, hogy azokat meg dolgozok, azokat meg az illeti meg. Nekem ez nagyon tetszik különben. Még egy dolgot el akartam mondani, és félek, hogy elfelejtem, hogy miért, egyébként otthon nem szeretem az öltönyt, hogyha őszinte vagyok, ezt az el kell mondani, sőt, itt sem szeretem, az önök kedvéért vettem fel, olyan kényelmetlen, de mindegy, de jól állítom. Na, szóval az már nem nekem, hanem az minden előadónak. Bocsánat. De azt akartam mondani, ez nagyon fontos, hogy volt egy olyan eset, mármint arra példaként, hogy a hívő fél nem tudja, hogy milyen hatással lehet, ha valaki, akkor ő arra, akit valaha szeretett meg társaságú választott, a gyerekekről nem is beszélve. Egyszer volt egy eset, ültem egy, nekünk szombatonak az istentiszteleténk, ültem egy közös ebédnél, volt egy idős házaspár, és ilyen nagyon-nagyon szelidek, meg olyan mosolygósak, joviálisak voltak, néni is, bácsi is, nagyon kedvesek voltak. Ismertem őket különben, nem ott találkoztunk. Beszélgettünk, és akkor mondja a néni, hogy hát ő 30 évig imádkozott azért, hogy a férje megtérjen. Ennyi volt a különbség a kettők megtérése között. Hú, mondom, ez nem igaz. Azt mondja, de igaz. És azt mondja, nehéz volt. Mondom, tényleg? Azt mondja, igen. Szóval volt, hogy késsel kergetett a ház körül. És akkor néztem rá, de hát ugye ez nem igaz. És mondta, hogy de igaz. De körülbelül így a bácsi. Olyan hihetetlen volt, hogy ez velük megtörténik. De igaz, igaz, igaz. Na most azért mondom bátorításul, hogy ilyen célba érkezés. Én tanúja voltam ennek, hát 30 évet kellett rá várni, de minden tiszteletem a néni, hogy ezt kivárta, és milyen nagy áldás ez a bácsinak. Ez megtörtént, tehát ezzel akartam alátámasztani a pár érvelést. Bocsánat. Aztán beszél arról is, hogy ez egy külön téma, most nagyon nem térek ki rá, csak egy verset idéztem a 40-et a 7. fejezet végéről. Azt mondja, hogy szerinte, ha valaki úgy érzi, hogy szégyen, hogy már idős a lánya idéző ebbe, és még hajadon, hát akkor adja férhez, de szerinte ezt nem kéne erőltetni, és azt mondja a 40. vers, hogy szerintem boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy bennem is Isten lelke van. Majd tessenek elolvasni, tehát ez egy végkövetkeztetés. Itt is ott van az, hogy ez az én véleményem, de azért őszintén remélem, hogy én azért nem össze-vissza beszélek, hát azért bennem is az Isten lelke van. Többet nem is időznék itt, hogy az idő ne menjen. Egészig lehetünk itt, hogy most akkor belehúzok, bocsánat, mert sok minden van, köszönöm. A 8. fejezet, hát ez nagyon érdekes rész, ott arról van szó, ez is azért emelem ki, mert szerintem nagyon tanúságos, hogy komoly gond volt Korintusban a helyi körülményei miatt, városi adottságok miatt, amit mondtam, hogy ugye ez nem egy zsidó kóser vidék volt, hanem hát volt hentes üzlet, ott mértek, bocsánat, ezt is, azt is, és volt egy réteg, akinek az volt az agája, hogy mi van, hogyha amit a hentes árul, azt nem ő vágta, vagy nem ide vágták a boltba, mert ez reális volt, és semmi gond ezzel, hanem az akkoriban áldozatok voltak, pogány áldozatok, és szakmányba vágták az állatokat, az hát annyi hússal nem volt mit csinálni, akkor eladták, újraértékesítették. Jogilag teljesen korrekt, gazdaságilag érthető, nincs ezzel semmi baj, de egy pár ember attól tartott, hogy hát ez az lehet, hogy nem tudom, mi van a hentesnél, de lehet, hogy ez átment abba a pogány
pogány templomban ezen a szertartáson, része volt annak az egész szakrális cselekménynek, most mi meg eszünk belőle, mi lesz. És Pál nagyon szépen levezeti itt a 8. fejezetbe, tessenek megnézni, hogy nem lesz semmi, mert azok az istenek nincsenek. Mi tudjuk, hogy csak egy Isten van. Azok meg azt csinálnak, amit akarnak a templomukban, ez a hús ez ugyanaz, ami amúgy is. És azt mondja Pál, hogy ezen te ne aggódj, ettől nyugodtan megeheted. És azt mondja, hogy ha valahol megkínálnak, akkor edd meg nyugodtan, nem kell firtatni. De ha kiderül, hogy bálványáldozati hús, tehát hogy voltaképpen ez a származása, vagy ez lehet, és van olyan az asztalnál, akinek ez gond, amit én most megidéztem, ilyen lelkiismereti szorongás. Mondja Pál, hogy fölösleges, tehát levezeti logikailag, de attól még valakinek ez lehet gond. Azt mondja, hogy viszont ha van ott olyan, akkor inkább ne edd meg. Már te ne edd meg úgy, hogyha ő szorong emiatt, és azt mondja, miért? Nagyon szépen írja, most nem idézem, írtam idézeteket, de spórolok, vagy tessenek megnézni, nem hosszú. Azt mondja, a lelkiismeretért, de nem a tulajdon lelkiismeretedért, mert attól te nyugodtan megeheted, ezt levezette, hanem az ő lelkiismeretére, hogy ne botránkoztasd meg, hogy te hívő létedre, vagy én apostol létemre eszek bálványáldozati hús, mikor neki ez aggály, és azt mondja, inkább nem eszek soha, csak hogy el ne veszítsem a lelkét annak a testvérnek. Ez azért szép, mert arra tanít minket, nekem sokkal általánosabb a tanúsága, hogy mennyire tekintettel kell lennünk egymásra. Hogy lehet, hogy nekem valami már nem gond, de tudom, hogy neki igen, és akkor minek irigeljen már, bocsánat, én mondom, minek botránkoztassam ezzel. Tehát, hogy mi legyen a szemlélete egy igazán hívő embernek. Sokra tanít bennünket. Együtt azt is hadd mondjam, hogy Pál itt is beszél, meg másik levelében is hasonló témáról. Ezt néha úgy szokták magyarázni, hogy az új szövetségben nem érvényesek az egészségügyi irányelvek a Bibliából. Azt teszel öreg, amit akarsz. Hát igen, csak egy nagy baj van, hogy az ószövetség idén is olyan anatómiai berendezkedésű emberek éltek, mint ahogy most élünk, olyan nagy különbség nincs. Ami akkor nem volt egészséges, az most sem az. És majd tessenek megnézni, hogy Pál nem az étrendről beszél itt, hogy mit lehet enni, mit nem, hanem erről az egy szempontról, hogy mi a származási helye annak. Tehát, hogy ezen nem kell aggályoskodni, hogy bálványáldozat része volt-e vagy nem. Ez a kontextus, ez a szöveg összefüggés. Aztán beszél az istentiszteleti rendről, a 11. fejezet, mert az nagyon szép, ott van az úrvacsoráknak, én azt az ígét szoktam használni úrvacsorán, hogy az úr vette a kenyeret, hálát adott és megtört, és ezekkel a szavakkal a tanítványoknak, tehát ezt szoktuk szereztetésigeként is felolvasni. Ennek a szöveg összefüggése az részben, hogy kicsit... Hogy mondjam, tehát azért ők az út elején voltak, úton voltak, de az út elején, tehát az volt, hogy mikor úrvacsora volt, akkor ott mindenki a magáét tette, meg ott dőzsöltek. Tehát ott eligazítja őket, hogy egy csomó rossz gyakorlat van. És ott szó esik arról is, hogy azt hiszem, az lehet, hogy ez még a 10. fejezet ezen a tájékon, hogy a nők ne kiabáljanak be, meg nem engedte meg a szólást, meg hogy községbe a fejüket. Ebből sok téma van manapság is közösségekben, van, ahol ezt ma is gyakorolják, hogy bekötött fejjel, meg nem szabad, hogy egy nő megjelenjen egy gyülekezetbe és megszóljon például tanítóként. Én ennek utána néztem így közvetve, tehát amiket olvastam, hallottam, nekem meggyőző volt, hogy ez is például egy lokális dolog volt, hogy hát ott pogány templomok voltak, papnők is szolgáltak, és a pogány szertartásban, hogy úgy mondjam, nem csak erkölcsös dolgok történtek, és hogy ne legyen összekeverhető, hogy ott is vannak nők, meg itt is, Pál egy határvonalat húzott. A másik pedig az volt, hogy szokás volt úgy, hogy eleve a jobb erkölcsű helyeken ott így gyakorolták, hogy különültek a férfiak, meg külön a nők, és hogyha ment a tanítás, és nem értettek valamit a nők, akkor átkiabáltak a férjüknek, hogy ez hogy volt? És akkor azt mondta, de hova jutunk? És akkor mondta, hogy majd otthon kérdezze meg, most ne kiabáljon ott. Én azt gondolom, hogy ezek eléggé érthető hátteret adnak, amiket én is olvastam, meg itt röviden idéztem, de ez nem arról szól, hogy a nőknek hallgassa neve, meg mit tudom én, szóval elég radikális nézetek vannak ebben a tekintetben sajnos. A 12. fejezettől egy szuper jó rész kezdődik, ha szabad így mondanom. A 12. fejezet beszél a lelki ajándékokról. Ezt mindenképp tessenek szerintem elolvasni. Tehát azt mondja, hogy a lelki, olvasom is a 4. verstől, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, hát mindenkinek más tehetség, képesség adatot, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr, mármint, hogy amire használják, ugye az a szolgálat. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Valójában ő a cselekvő, miközben felhasznál minket a képességeinkkel. És mondd egy nagyon fontos dolgot, 7. vers, mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Tehát, hogy minden azért van,
hogy valamit az ember tudjon vele tenni a többiekért, szolgálni, tanítani, vagy éppen cselekvő módon tenni, vagy tudom is én. Ez azért érdekes, hogy így is folytatja Pál, hogy olyan az Isten népe, az Isten egyháza, mint a testtagjai, hogy nem ugyanaz a funkciójuk, nem még az ujjaink sem ugyanarra alkalmasak. Most nem a gyűrű viselésre gondolok, de ugye a fogás szempontjából. És azon gondolkoztam, amikor készültem ide önökhöz, hogy bocsánat, ez kicsit bizarr, de ez jutott, hogy mi lenne, ha két májunk lenne, de pont fejünk meg nem lenne. Tehát akkor rosszul jön ki a leosztás, nem? Tehát az úgy nem működik. Tehát, hogy ahogy a testben mindennek helye van, és nem véletlen, hogy úgy és annyi van és ott van, és így alkot egy harmonikus egészet, ami egy pár évtizedig egész jól működik, hogyha nem teszünk sokat ellene. Ahogy ez igaz, azt mondja, az Isten is, az Isten egyháza is részben azt hasonlított hozzá, hogy szép renden rakattatik, mint egy épület, ahol mindenek megvan a helye, a teherviselési pontja és a többi. Illetve azt mondja, hogy a test tagjai mindre szükség van, lehet, hogy az egyik kevésbé értékesnek tűnik, de ugyanolyan értékes még attól. Ugye eddig el szoktam ilyenkor mondani, ha ez előjön, hogy általános iskolában az osztályfőnököm volt a biológia tanár, és mondta a vizenélni, hogy csináltak valamilyen vizsgálatot, hogy vannak emberek, akik valamilyen baleset folytán elvesztették mondjuk a kislábújukat. Nem tudom, mit tetszenek szólni, az mondjuk általában nem az oroszlán része a testnek, sem méretben, sem funkcionálisan, és azt mondták, hogy akiknél hiányzik, ott az egyensúlyban érződik a hiánynak a hatása. Tehát azt hinnénk, hogy az egy olyan, hát az is van, hogy ki legyen a 10, vagy tudom is én. Nem, tehát annak funkciója van, bocsánat, nem úgy akartam mondani, csak hogy szóval le akartam kicsit leplezni a félreértést, meg a felszínességet adott esetben a gondolkodásunkban. Nagyon fontos, amit idéztem, hogy ugyanaz a forrás, és ugyanaz a cél, de ahogy mi különbözünk, az nem véletlen, és így alkotunk egészet. A kedvenc példám, különben a kollégáim szokták szeretni, hogy ha a világ 11 legjobb kapusával kimegyek egy meccsbe, akkor ki fog nyerni? Szerintem az ellenfél, nem? Hát hiába a 11 legjobb kapus, nem 11 kapus kell egy csapatba, de elég egy. A több mindenkinek posztra. De ez attól jók a csapatok, hogy van valaki agytrözt, aki rájön, hogy nekünk egy olyan ember kéne, aki na pont olyan, és akkor beteszi, és egy harmonikus egészként tud játszani a csapat. A keresztényeknek is harmonikus egészként kell játszani. Pál elmondja mindezt, 12. fejezetet tessenek szívesek elolvasni, az nagyon szép, annál már csak a 13. szebb. Bocsánat, de ez így van, az a szeretet himnusza. Az egy emelkedett, az tényleg himnusz. És, bocsánat, tanúságok okán hadd olvassam el itt is az elejét. Azt mondja, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, azért az, ki ne szeretne más nyelveken tudni? Hát pláne angyalok nyelvén. Azt mondja, de szeretet nincs bennem, akkor olyan lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. Ilyen fémes hangot tessenek el, ilyen hideg. Azt mondja, és ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is. Tehát ez a gnózis, ugye, amit mondtam, a tudás, meg minden. És ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdítok ki a helyükből, azért az már valami, nem? Tehát de tényleg akkor van hit, tehát cselekszik, van hatása, lehet látni. Szeretet pedig közben nincsen én bennem, akkor semmi vagyok. Nem kevés vagyok, semmi vagyok, azt mondja. És a vagyonomat mind fellétettem is, pedig az azért nem kicsi, nem? Tehát a jótett mértékesen, meg az áldozat oldalról sem. Ha vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, ugye ez akár a mártíromság vállalása, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Elég durván kezd, nem? Tehát hogyan kisarkítja. Tehát azt mondja, amiket ti kunsztnak láttok, ezt tudom miért írja, a 14. fejezet miatt mondja, azt vezeti fel a 13-ban, hogy titeket megragad valami, céllá válik valami, de az csak eszköz, például egy nyelven szólás, vagy egy idegen nyelven beszélés. Azt mondja, a lényeg az az, hogy ott van-e mögötte az a tiszta indíték, a szeretet. És utána áttér a pozitív oldalra, mármint a magyarázatában. A 4. vers azt mondja, a szeretet az bizony hosszú tűrő, kegyes, azaz istenfélő. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel, és folytatja hosszan, hosszan, hosszan. Tessék majd elolvasni, én most nem tudom, ez egy önálló alkalom lehetne. Egy nagyon, nagyon szép szakasz ez a levélnek, az egyik legszebb, vagy hát a legszebb, az egész Bibliának is talán a legszebb része.
Azért hívják a szeretet himnuszának, mert tartalmilag olyan himnikus, tehát olyan emelkedett, de tényleg így van, az ember a hatás alá kerül, de azzal kezdődik, hogy amit mondtam, hogy figyelj, ne oda nézd, vagy ne ott keresd, rossz helyen keresed, ugye egy kicsit így szokták mondani a gyerekek a játékban, hogy hideg, az már jéghideg, tehát hogyha a lényeget keresed, az nem ott van, hanem az ellenkező irányban. És az egésznek az az oka, hogy aztán ráfordul, ha szabad így mondanom a témájában, az apostol a 14. fejezetre, ami nagyon hosszú, és úgy tűnik, hogy egy alapvető dolgot tisztába kell tenni Korintusban. Ha a korintusiak jól csinálták volna, akkor erről nem kellett volna ennyit beszélni az apostolnak. Nekem az jön le az egészből, hogy korintusiak rossz nyomon voltak, és Pál elkezdi helyre tenni, de az az érdekessége a fejezetnek, hogy váltakozik benne az, amit ő mond, meg az, amit tőlük megidéz. Tehát az ő állításaikat, tehát van ilyen tetszett, amikor valaki úgy ad elő, hogy azt mondja, hogy igen, azt mondják, de én erre azt mondom, hogy. Na körülbelül így beszél Pál. Én nem szoktam magamat ajánlani, most hagyd egy kivételt, egyszerűen azért, mert nemrég egy pár hete foglalkoztam ezzel a konkrét témával, van egy videócsatornám a YouTube-ban, a nevem alapján meg tetszett találni. A 101. részben ezt egész részletesen átnéztem. Most csak egy nagyon ilyen összefoglalót tudok róla mondani. A lényeg az, hogy a Bibliában van két olyan eset, ahol a nyelveken szólás megjelenik. Apostolok cselekedete második, meg 10. fejezete, pünköstkor, az egy nagyon híres, meg a 10. fejezet az a római százados Cornélius, akihez Péter elmegy. A kettő közel van egymáshoz időben, a kettő hasonlóságot mutat, nagyon erőset, de alapvetően az derül ki, főleg a másodikból, ugye a 10. az olyan, hogy Péter átéri ugyanazt csak egy másik közegbe, és ezzel hiteresít Isten a szemébe, hogy igen, pogányok is megtérhetnek, és átélhetik ugyanazt a megtapasztalását a Szentléleknek. Tudnék, hogy a Szentlélek megjelent pünköstkor, az apostolokat képesítette arra, hogy olyan idegen nyelveken beszélnek, amikre addig nem tudtak, ugye ezek halászok voltak Galileából, tehát nem világutazók, hanem kalandorok, hanem hát röghöz kötött emberek, és azon csodálkoztak a zsidók benne Jeruzsálemben az ünnepen, azt még zsidó emberek voltak, hogy akik oda beáramlottak a különböző diaszpórákból, például Pál sem zsidó területen született, hanem Troászba, tehát, vagy bocsánat, Tarsusba, a mai Törökország területén. Tehát nagyon sok zsidó felment a különböző országokból Jeruzsálembe, és akkor az apostolok elkezdtek beszélni, akkor néztek a zsidók, hogy hát de figyelj már, hát én tudom ezt a nyelvet, mert én ott lakok, de ő honnan tudja? Tehát ez volt a figyelemfelkeltés eszköze, és amikor a figyelem megvolt, akkor Péter elkezdett prédikálni zsidó nyelven, mert hát az volt a közös nevező, ezek mind zsidók voltak, hát más nem is mehetett be a templomba különben, tehát ez volt a szabály. Ezt azért mondom, mert sokféle elméletet hallottam már, hogy ez ilyen, minek is hívják, vannak ezek a tolmásgépek most, hogy Péter beszél zsidól, és mindenki hallotta a maga nyelvén, de nem ez van leírva, tehát nem ez van. És az a lényeg, hogy ezek mind ismert nyelvek voltak, amire felfigyeltek azok, akik azon abban a nyelvben élték az hétköznapjaikat. És erre hivatkozik Pál, mert Korintusban is volt valami nyelveken szólás, de hogy Pál leírja, az nem ilyen volt. Hát nem ezt a szót használja, de különben hát ez élik rá, tehát hogy nem volt értelme, halandzsa volt, tetszettek már talán ezt a szót hallani, hogy valaki beszél, de nincs értelme. Mondja is, hogy hát de mi értelme van úgy beszélni, ha nem érti a hallgató. Azt mondja, hogy te angyaloknak nyelvén szólsz, jó, de hát itt emberek vannak, ember, hát most ők nem épülnek ebből. És akkor mondja, hogy ráadásul egyszerre csináljátok, hát ide bejön valaki, azt fogja hinni, hogy örjöngtök. Ezt idéztem tőle, tehát ezt ő mondja. Hát tessenek egyszer egybeolvasni a 14. fejezetet, elfelejtve azt, hogy én mit mondtam, és tessenek eldönteni, hogy Pál dicséri őket, és hitelesíti, helyesli a gyakorlatukat, vagy többé-kevésbé kritizálja. Azért mondom, mert van, ahol éles szerintem. Hát ez is az elég éles szavakat használ. És a végén mond egy szabályt, hogy azt mondja, hogy azért mostantól az legyen, hogy egyszerre egy csinálhatja, tehát nem lehet kórusba össze-vissza, és utána valakinek meg kell magyarázni. És ez azért érdekes, mert tudtam, hogy az lesz, amikor ez a rész felkerült, ez a 101. rész, akkor persze, akik hát korintusi módra gyakorolják, tehát egy másfajta nyelveken szólás szerintem, mint a Szabcsőre 2-ben. Bocsánat, hogy ezt mondom, én is tudok nyelveken szólni, németül, angolul elég jól tudok, oroszul nagyon jól tudtam, csak elfelejtettem, spanyolul meg most küzdök, hogy jól tudjak majd egyszer. Ez jó, mert kell, hasznos, meg azért csinálom, meg hobbiból, meg szeretem. Pál azt mondja, hogy minnyátoknál jobban tudok nyelveken szólni. Hát ő képzett ember volt, ő, még egyszer mondom, az iskolázottságánál fogva, hogy utazott, hát ő tudott nyelveken. Nem feltétlenül arra gondolt, amit a korintusiak csináltak.
És mondom, megkerestek engem a videóm után azok, akik viszont a korintusi változatot gyakorolják, hogy voltam, ma is vannak ilyen közösségek, sőt, több közösségben is, nyelveken szólásnak hívják, és hát így kialakult egy vita köztünk, és én mindig azzal zártam le, hogy jó, de akkor most áruld el, hogyha ezt gyakorlod, ti úgy csináljátok, ahogy Pál mondta, hogy egyszerre egy, és utána mindig van, aki megmagyarázza, és általában nagy hallgatás van. És tetszett tudni, miért mondta ezt Pál? Olvasni egy könyvet, és nagyon igaz lehet, amit ír. Azt írta az a könyv, hogy Pál azért adta ezt az instrukciót, mert hogyha egy az egybe ki hát zavarja ezt a jelenséget, vagy ennek a gyakorlóit a gyülekezetből, lehet, hogy egy csomó jóhiszemű ember, akik hát a hatás alá kerültek ennek a csoportnak, akkor velük mennek. És gyakorlatilag azt a megoldást választottam, szerintem valószínűleg isteni bölcsesség volt ez is, hogy azt mondja, hogy ennek az erejét úgy beszél el, és úgy sorvasztja el ezt az extázisszerű, mert ez egy ilyen tapasztalat, hogy azt mondja, hogy nincs tömeges megélés, tehát hogy nem lehet ebből egy ilyen hangulatot gerjeszteni ilyen nagy tömegbe, és a másik az, hogy ha nincs, aki megmagyarázza, akkor ott a vége. Abban a videóban, amit ajánlottam, ott végigmegyek magán az egész fejezeten, és mutatom a verseket, mert azt mondja, hogy mert aki nyelveken szól, az magát építi, aki profétál, az a gyülekezetet építi. És akkor erre mondják azt, hogy na ugye, hogy Pál is megmondta, de mondom, hát figyelj, meg kell gondolni, hogy van ilyen a Bibliában, hogy valaki magát építi. Hát Pál megidézi őket, hogy azt mondják, hogy ők mennyit épülnek ebből, hogy ők így szólnak nyelveken. Pál meg oda teszi a distinkciót, a különbséget, hogy figyelj, magát építi, persze. Az a kérdés, hogy hol van a gyülekezet építése. Tetszik még ez, amit idéztem 12. fejezetből, hogy a haszonra adatik a lélek ajándéka. A haszon az nem az én hasznom, hanem hogy én hasznos tudjak lenni másoknak. És bár végig ott köröz, majd megtetszenek látni az érvelésben, hogy mi az értelme. Hát ha nem lehet érteni, amit mondasz, akkor lehet, hogy inkább hallgatni kéne. Azt mondja, hogy inkább 10 000 szót szeretnék mondani érthetően egy gyülekezetben, mint hogy egy szót vagy 1 000 szót, nem tudom, mit mond nyelveken. Tehát azért, hogy mondjam, tehát Pál egy nagyon érdekes levezetést ad, de aki elolvassa, az láthatja, hogy mi volt a véleménye a jelenségről. Ugye Péter apostolnak van különben egy ilyen mondás, az mindig úgy tetszik, hogy ami testvérünk Pál apostol, akinek a leveleiben vannak némely nehezen érthető dolgok, mert Pál ért a hosszú mondatokhoz, meg a nagy kijelentésekhez. És itt is igaz az, hogy első látásra akár még hihetném is azt, hogy ez valami pozitív megszólalás ebben a tekintetben, de hogyha alaposan eltetszenek olvasni, szerintem világos, hogy nem az. A 15. fejezet, ugye ezt már érintettem, a halottak feltámadásáról, igen, itt a 13. verset most már akkor fel is olvasom, 13, 14, 15, mert ha nincsen halottak feltámadása, megint idézi őket, tehát ez egy olyan felvezetés, hogy a probléma felvetést azt átveszi, és ezt fogja megválaszolni, mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel, eddig logikus, ugye? Tehát Pálhez nagyon ért, hogy kőkeményen levezeti. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hát akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Igen, ezt nem is így idéztem, nem emlékeztem. Ezzel megdöbbent az, hogy a pályai, de hát akkor nincs értelme annak, amit csinálunk. Én is itt üttetem, veretem magam, mert tényleg így volt, megkövezték. Akkor semmi értelme, de az igazság, hogy a te hitednek sincs értelme. Tehát minden ezen fordul meg a Krisztus feltámadásán. És azt mondja, hogy sőt, akkor mi az Isten hamis bizonságtevőjének is találhatunk. Mert mi egyfolytában azt mondjuk, hogy feltámadt, meg azt mondja, hogy ez nem is lehetséges. Hát akkor hova jutunk? Egyébként Pál azt szeretem, azt is, hogy nekem nagyon imponáló a kitartása, hogy nem lehetett megállítani. De tényleg így van semmivel, se szóval, se tettel. Bocsánat, én azt szoktam mondani, már gyerekkorában is buldózer volt a jele az óvodába. Tehát tetszik tudni, hogy leengedi a tolólapot, egyes felezővel elindul, ezt a Honvédségnél mi is használtuk, és akkor megy előre, azt aztán nem állítja meg semmi. És nekem mindig ez jut eszembe Pál apostolról, hogy akármilyen nehézség volt, mert azt mondja, hogy ő 3-szor szenvedett hajótörés, és nem tudom tetszenket tudni, egy van feljegyezve. De ő azt mondja, hogy ez 3-szor történt meg. 3-szor kapott 40-et egy hián, ha jól emlékszem, tehát nem egyszer verték meg, hanem 3-szor. És annyit tudunk, hogy megkövezni, egyszer kövezték meg, és mindenki azt hitte, hogy meghalt, azok is, akik megkövezték, azok is, akik vele utaztak. És akkor az, akire azt hitték, hogy meghalt, tessék megmondani, hogy kővel dobálnak valakit. Az a cél, hogy addig dobálják, míg meghalt. Tehát nem úgy, hogy egyszer-kétszer eltalálják.
És azt hitték, hogy sikerült. Nem tudom, milyen sérüléseket szenvedhetett meg koponyára. És akkor elmentek, akkor felkelt, és azt mondta a többieknek, hogy állj, hogy megijedjetek, azt mondja, nekünk sok szenvedés által kell az Isten országába bemenni. Ez volt az egyik. Tehát, hogy nem az, hogy ő benne volt lél, tehát tudta tartani magában a lelkét, neki arra volt gondja egy ilyen helyzetben, hogy nagyon a többiek megijedjenek a szolgálat folytatását, hogy itt ez is megtörténhet, hát akkor csak óvatosan. Na és ez a Pál, nekem azt tetszik benne ezen túl, hogy az tény, hogy vannak nehezen értető dolgok, de néha meg tényleg olyan, mint amikor egy matematikus így sarokba szorítja, meg falhoz állítja logikailag azt, akivel érvel. Hát ez is ilyen, amit itt levezet, nem itt a halálról. Tehát, hogy könyörtelen logikával vezet végig mindent, sikerült is egy pár görögöt megnyernie. A többit már elmondtam a bevezetésben. Ugye a záró részben ott személyes üdvözletek vannak, meg üzenetek. Tehát ezek ilyen, hogy is mondjam, nem teológiai levelek ám, hanem nagyon is szerves, természetes, összefüggésben íródott levelek, megidéz dolgokat. Én csak két verset hadd emeljek ki, ez ugye a készülés során jutott eszembe, hogy többet is lehetett volna, most frissibe bevallom, nem volt időm végigolvasni az egész levelet. Van itt két nagy megszólalása, az egyik az így hangzik, hogy legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. 11. fejezet első verse. Én mindig ehhez mérem magam, és mindig elszégyellem magam, mert olyan rég csinálom, és mindig nem mondhatom. Hát ezt elmondhatom, nagyon pontos, azt mondja, hogy nem általában legyetek az én követőim addig, annyira és úgy, amennyiben felismeritek az életemben, meg a szolgálatomban Krisztust. De olyan jó lenne, hogyha mindenki, aki Krisztus képviseli, én is, önök is, meg minden keresztény ember elmondhatná, hogy de én már 90-91-92%-ig, mint a véroxigén szintmérőt egyszerűen tudni, ezen 96-97 körül ingadozik, hogy szóval nagyon magas szinten én már a Krisztust mutatom be az embereknek. Olyan felemelő ez, legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Aztán van egy másik, ugye ez egy harmadik, most jutott eszembe, azt már nem ellenőriztem, hogy ez a levél, lehet, ez a második levélben van, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Hát micsoda megszólalás. Egyébként itt tudjuk meg, hogy mi a titkanak, amiről az előbb beszéltem, hogy lehetett ezt végigcsinálni? Hogy lehetett ezt kibírni? Hogy lehetett egy ilyen élet végén azt mondani, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, háromszor kaptam 41 ilyen, háromszor hajótörés, egyszer megköveztek, stb. Nem tudom, mennyi évet töltöttem börtönbe. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Meg azt a nemes harcot megharcoltam. Hát azok az eszközök, amivel vele harcoltak, ha lehetett szemek olvasni, az minden volt, csak nem nemes. Azoknak nem volt nemes a harca, akik támadták őt. De az ő harca nemes volt, amikor embereket akart közelebb hozni Krisztushoz, meg az evangéliumhoz. Ezek olyan hatalmas mondatai. Én még egyet írtam itt ki, ízelítőként, a 10. fejezet 13. versét. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, tehát erősebben megkísértetni, mint ahogy elszenvedhetitek. Tehát ebben egy ígéret van, hogy most hogy mondjam így, hogy minnyájunknak személyre szabott edzésterve van az Istennél. Tehát enged kísértést, mert azáltal erősödünk, erő Jakab ír különben bővebben. Enged kísértést, de mindenkinél tudja, hogy ki mit bír el. Egyszer azt mondta nekem valaki, én tanítottam egy főiskolán, és mondta egy hallgató, hogy hát ő nem tudta volna megtenni azt, mint Ábrahám a fiával Izsákkal. Mondom, de hát öntől nem is kérték, nem? Sőt, senki mástól nem kérték még eddig, én úgy tudom, csak Ábrahámtól kérték. Tehát, hogy de most ez nem azért mondta, hanem hogy ez van, hogy az Ábrahám ott tartott hitben, hogy ott már azt is próbál, ilyen szinten próbál lehetett tenni. Azt mondja, hogy nem mindenkit, az Isten nem ilyen fűnyíró elven csinálja a dolgait, hanem, és ez már megdöbbentő, hogy olyan személyre szabott. Tehát, hogy ez a minden tudás, nem, hogy minnyájunkat úgy ismer, a pillanatnyi lelkiállapotunkban. Nem úgy, hogy emlékszem rá, két éve milyen volt, az egy dolog. Azt is tudom, hogy most mi van a szívében, lelkében, 139. Zsoltár. És azt mondja, ehhez képest az Isten sohasem enged minket feljebb kísérteni. Magyarul egyetlen megtámadtatásunk sem reménytelen, amikor Sátán támad, mert Isten szab egy határt. Mert Jobb könyve beszél erről, amikor a határokat kijelöli az Isten, ez egy konkrét példa. És azt mondja Pál, ráadásul, hogy sőt, a kísértésre egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ugye ez kicsit olyan, mint amikor lehet hallani, hogy sportolók, nem tudom, tetszettek-e valami, már hallottam még szülőket, hogy a kisgyereket elkezdték hordani mondjuk úszni.
télen, hóba, reggel, sötétben, mikor iskola előtt még meglegyen az edzés, ma oda kell érni, én is jártam meg a haverokkal a gimibe, érdekes így reggel kezdeni a napot, és akkor mondták szülők, hogy hát nem is tudom, olyan egy kis fordulásom volt, hogy szegény gyerek, hogy hát ilyen gyerekkor, hogy így kezdődik. Na igen, de egyrészt, ha az ember akar valamit, akkor bele kell tenni, másrészt önfegyelemre tanít, tehát van ennek sok haszna, és a lényeg az, hogy kitartást szerez. Tehát ugye sokan mondják azt, hogy hogyha megkérdezem, hogy kine szeretne olimpiai bajnok lenni, hát mindenki szeretne, nem? Na, és azt bele akarja rakni előtte azt a pár évet, évtizedet? Az már kevesebben. Egyszer volt egy film, talán itt még nem mondtam, nagyon megmaradt bennem, egy amerikai krimi, gyerekkoromban néztem egy sorozat, a Bűvész volt a címe, és volt egy olyan, hogy a végén úgy szabadult meg a bűvész, hogy volt egy ilyen nagy gáznyomócső, egy vezeték, és volt egy fadugó benne, vagy parafadugó, volt egy csonk, és az zárta el, és akkor vele szemben voltak az ellenségek, és akkor elővette egy hitelkártyát, és akkor volt egy gyertya különben ott pont letéve, és így beledobta a hitelkártyát, széthasadt az a dugó, kirövelt a gáz, egy ilyen csóval lett, és ő elmenekült. És nem ezért idézem, hanem utána vége lett a filmnek, minden happy end persze, és akkor ilyen zárójeletekben mondja neki az, aki ennek a tanúja volt, hogy hú, azt mondja, ez nagyon tetszett, azt mondja, ez hogy csináltad, ez mennyi idő alatt lehet megtanulni? És mondja, hogy 4 óra alatt. Akkor azt mondja, kezdjük, azt mondja, 5 éven át minden nap. Tetszenek érteni, ezért jegyeztem meg, nyomot hagyott benne, mindig azért, hogy szeretnél igaz ember lenni, szeretnél hívő ember lenni, szeretnél Krisztus élni. Igen, mennyi idő kell hozzá? Hát 24 órát, annyi nekem is van, egy életen át minden nap, tehát körülbelül ez van. Ugye Pál azt mondja, hogy az egész életünk egy küzdelem, annyira azért nem, mint Pálnak, tehát azért nem ez mindnyájunk élete, de az a lényeg, hogy akármilyen is az életünk, Isten nem enged minket feljebb kísérteni, és akármilyen is lesz a végére, mármint olyan értelemben, hogy akár mind megyünk is át, szerintem mindjárt elmondhatjuk a végén, amit Pál, hogy igen, küzdelmes volt, de azt a nemes harcot megharcoltam. Attól lesz nemes, hogy milyen indítékból csinálom, és hogy hogyan tartok ő vele. És ebben erősít meg ez a vers is, amit utoljára felolvastam. Ennyit szerettem volna, ennyi fért bele időben, és nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet.